Sziasztok, ez itt a Scourge of Armageddon. És már csak a boss van hátra. Szerencsére minden fegyvert megkapunk itt. Egy megahealth-tel egyetemben. Viszont ami nagyobb probléma az az, hogy nem kapunk semmi páncélt. Szóval eléggé védtelenek leszünk itt a harc alatt. Hogyha nem hozunk páncélt előző pályáról. És itt is van Armageddon. Hát a célzása nem a legjobb. Ami igazából csak megnehezíti a harcot. Mert egy, hát eléggé kiszámíthatatlan lesz, ahogy láthatjátok. Szóval olyan ez, mint a Cyber Demon, csak sokkal több rakétát lő egyszerre. Illetve ami még rosszabb az az, hogy nem pontosan rátok céloz, hanem néha éppen arra felé, amerre szaladtok. Néha pontosan alátok a földre. Szóval, hogyha így próbálunk megküzdeni vele, akkor eléggé nehéz lesz. De én megpróbálom majd így legyőzni. Illetve megmutatok még egy másik stratégiát is. Ami sokkal egyszerűbb, de hogyha egyszerűen csak le akarjátok győzni, akkor az a legjobb stratégia. Hoppá! Ez a stratégia pedig az, hogy bújjatok el. Ahányszor csak lehet. Igen, láthatjátok, hogy ő is ugyanazt a lézert használja, ami lepattan a falról. Én akkor sem fogok elbújni. Igen, itt a végigjátszás utolsó pályájára még egy külön challenge-et állítok magam elé. Mégpedig a Nem bujkálunk Armageddon elől című challenge-et. Ami elég nehéz lesz. De hogyha így győzöm le, akkor sokkal jobb, mint hogyha csak egy percen keresztül bujkálnék itt falak mögött. Szerintem nektek is sokkal szórakoztatóbb lesz. Ej! Lehet, hogy nem kéne annyiszor ugranom. Igen, most így nem készültem külön erre a videóra. Egyszerűen csak viszem. Úgyis csak őt kell legyőzni a pályán. Szóval az nem probléma, hogyha itt bénázok egy kicsit. Egyébként szerintem már körülbelül kezdek ráérezni a támadásaira. Egyébként szerintem rendkívül jó boss. Az egyetlen probléma az az, hogy a rakétái tényleg unfair-ek tudnak lenni. Nem lehet egyszerűen csak Circle stréfelni körülötte, mint ahogy a Cyber Demon-t le lehet győzni. No. Vajon hány próba lesz ez? Az pedig még csak nem is a közelembe rombad föl. Egy Armageddon, hát tényleg ilyen nehéz vagy te? Hát nem adja könnyen magát, az biztos. Talán jobb lenne, hogyha egy kicsit messzebből próbálnék megharcolni vele. Hat élet még van. És már megint pontosan odalő, ahova haladok. De az a baj, hogy nem mindig
Szóval, hogyha olyan lenne, mint a Sirius ebből a lávagúlemek, akkor még valahogy a dolgok tetején lehetne állni. Hoppa, ez rendkívül jó célzás volt. Az legalább ott eltalálta. Miért lőtt oda az ellenkező irányba egyébként? Ezt most nem értettem. Na jól van, egy kicsit sotival is lövöm már így fal mögülről. Valami más lőszer még van itt. Nem igazán. És azt vettem észre, hogy nem mindig mutatja meg előre, hogy rakétát fog lőni, csak akkor, amikor egy egész sorozat rakétát. Akkor így mindkét rakétavetőjét föltartja egy pillanatra, szóval föl lehet rá készülni. De van, amikor egyszerűen csak így sneaky módon lő egyet-egyet. Szóval igen, eléggé érdekes harc. Csak az a baj, hogy lehet csízelni itt az oszlopokkal. Vagy akármik is legyenek ezek. A lézere is egész sokat sebez egyébként. Szóval igen, a legnagyobb probléma ezzel a harccal, legalábbis számomra, az az, hogy nem használhatok páncélt. Az előző pályán is már utaltam erre előre. Pontosan a Gauntlet nevű pályá, hogyha... Hát ott simán szerezhettek magatoknak legalább 150 páncélt, szóval, hogyha ezt teszitek, akkor használjátok egészséggel. Nekem itt most szenvednem kell egy kicsit. Hát ez nem jól kezdődik. Tudjátok, mit úgy is kell néhányszor szerintem sotival lőni. Legalább láthatjátok közelről is egy kicsit. Ó, most rám taposott, vagy ez mi volt? Na, miből mennyi lőszerem van? Na, talán eltaláljuk párszor. Ezt láttátok? Tényleg nagyon okos ellenfél. Nem is voltam mozgásban. Erre ahelyett, hogy csak a falba lőné a rakétáit, mint egy normális 90-es évekbeli ellenfél. Nem, ő oda mellé lövi, hogy pontosan eltaláljon a splash damage. Jó. Amíg előre jelzi a támadásait, addig én örülök nagyon. És áramot is kérek. Hoppá! Miért nem tudok futni? Jó, hát mert... Értem. Vagy benyomtam most a... Szerintem benyomtam az autórant. Na végre! Pentagon, Hexagon, Armagon, végre! Hát már ideje volt. Ranger ott átfutott a lábai közt. Egyébként nem igazán illik a Quake 1-be ez az Armagon, inkább olyan Quake 2-s ellenfélnek tűnik szerintem.
úgy tűnik, hogy már kezd szétomlani az erődje. És milyen szerencse, hogy éppen találunk egy teleportot. After the last echoes of Armagon's death yell fade away, you breathe a heavy sigh of relief. The loss of his magic, Armagon's fortress begins to collapse. The rift he created to send his grisly troops through time slowly closes and seals itself forever. Hát abban nem lennék biztos. In the chaos that ensues, the wall collapses, revealing one remaining time portal. With your chances to escape rapidly growing slim, you race for the portal, mindless of your destination. In a flash of light, you find yourself back at Command HQ, safe and sound. Congratulations, you are victorious. The minions of Quake have once again fallen before your mighty hand. Jaj, olyan furcsa mindig ez a kiírás. Is this the last you will see of Quakes? Hell yes! Nem is emlékeztem erre a megfogalmazásra. Only time will tell. Hát igen, és elég hamar megtudhattuk, ugyanis ha jól emlékszem, kevesebb mint egy hónappal ezután már ki is jött a második Quake kiegészítő. Szóval igen, ezzel még nem ér véget a kúkolás. Majd valamikor azt is ki fogom vinni mindenképpen, viszont ezzel a végigjátszással még nem vagyok kész. Ugyanis én itt készültem még pluszban valamivel. Szóval ezt a zenét most egy kicsit lehalkítom, mert ide nem fog illeni. És ó, már 12 percet tart a felvétel. Nem baj, legalább kaptatok jó sok bénázást. Most viszont jöjjenek a statisztikák. Ezt az ötletet Hermonstertől vettem egyébként át. Aki nem valami ismert YouTube-os, azt hiszem 160 feliratkozója van. És az ő Plutónia Experiment végigjátszása végén volt egy ilyen statisztika, ami engem nagyon megihletett. És úgy döntöttem, hogy most én is ilyesmivel fogok készülni. Megnézzük, hogy melyik ellenfélből mennyi volt ebben a kiegészítőben, illetve hogy melyik epizódban melyik ellenfél volt a legnépesebb fajta. Szóval kezdjük is a Grantokkal. Ugye a legalapabb hickenes ellenfelek. Az első epizódban volt belőlük 120, a másodikban sem ennyien nem voltak, és harmadik epizódban visszatérnek 20-an, szóval összesen 140 grantunk volt. És a legtöbb grant egy pályán az a military komplexben volt. Ott 41 grant volt, szóval azért volt igazából nehéz az a pálya, mert hát ezek nem valami nagyon erős ellenfelek, de hogyha sokan vannak, akkor szép lassan lefedik az életeteket. Aztán jöhet az erősebb, de szerencsére nem hickedes testvérük, az Enforcer. Csak az első epizódban 200 Enforcer volt. Illetve még voltak a harmadik epizódban mindösszesen 13-an. Hát az nem valami sok. Összesen szóval 213-an voltak. És ezzel a Quake Scourge of Armagon legnépesebb ellenfelei lettek összességében. Illetve az első epizódban ugye, hát teljesen elhúztak a grantok mellett, ez a 200, ez rendkívül sok. És miattuk lett olyan run and gun-os, fast-paced gameplay az. Hát az első epizód az teljesen más, mint a többi.
Ezt tetszik egyébként a Scourge of Armageddonban, de azt majd a végén... A végén elmondom a véleményemet erről a DLC-ről úgy összességében. Mindegy, az Enforcer-öket jól felhasználta ez a Mission Pack. Sokkal jobban, mint az eredeti Quake. Hát a Rottweilerek azok nem a legérdekesebb ellenfelek, nem is volt belőlük olyan sok. Összesen 39-en voltak, és elég gyengék is, szóval kb. És semmi kihívást nem nyújtanak. De a legtöbben a Research Facility-ben voltak, mégpedig 9-en. Ó, igen. A kedvenc metáskorpiók. És egyben az első új ellenfél a Mission Pack-ben, a Centroid. Összesen voltak 50-en, az első epizódban 39-en. Meglepő módon a második epizódban ők se jelentek meg. És a harmadik epizódban csak 11-en tértek vissza. Lehetett volna talán többet is használni őket, de úgy tűnik, hogy nem akarták túlságosan spamelni ezt az ellenfelet. Pedig hogyha van rakétavetők vagy valami hasonló erős fegyver, akkor nem olyan vészesek. És a legtöbben a Military Complexben voltak az első epizód titkos pályáján. Mégpedig 11-en. Szóval azon az egyetlen egy pályán összesen voltak annyian, mint... Mármint azon az egyetlen pályán voltak annyian, mint összesen a harmadik epizódban. Szóval igen, a Military Complex az egy nehéz pálya. Mondtam, hogy Grantokból is ott volt a legtöbb. A Scragek. Ez talán a harmadik legnépesebb ellenfél az egész játékban. Nem meglepő, ugyanis elég kevés az életük. Szóval elég sokat be lehet rakni egyszerre. Egyetlen egy rakétával ki lehet akár kettőt is szedni, szóval. A Scragek használata is inkább a nagyon gyors, ilyen össze-vissza szaladgálós gameplayt segíti elő. Összesen voltak 151-en. A legtöbben 25-en voltak, mégpedig a Black Cathedral-ben. És a második-harmadik epizódban körülbelül ugyanannyi Scraggel találkozhatunk, 73-mal és 69-szel. Szóval rájuk mindig számíthatunk. Ezután jöhet a Rotfish. Belőlük nem volt olyan sok, csak 36-an. 36? Dehogy is, 38. Hogy várjuk csak... Nem! Tényleg 36-an, elnézést, most félreszámoltam itt. Megpróbálom ugye itt matematikusan, vagy hogy összeszámolni az ellenfeleket. Hogy kedvenc oligarchánk mondaná. De igen, 36-an voltak összesen. Az első epizód utolsó pályán 8-an. Illetve a második-harmadik epizódban 14-en. Hát nem egy nehéz ellenfél, egyetlen egy szuper shoti lövéssel ki lehet szedni. Jöhet viszont az Ogre, aki kicsit erősebb és rendkívül sokan vannak. Az első epizódban egyel sem találkozunk, aztán viszont a másodikban 90-nel, a harmadikban 63-mal. És ezzel ők lesznek az egész Mission Pack második legnépesebb ellenfele, ugye az Enforcerök mögött. És a legtöbb ogrével a Gauntlet dicsekedhet, ott 36-an voltak. A Fiend. Nagyon gyorsak ezek az ugráló ürdüngök, szóval nehéz volt róluk jó képet találni. Fel is adtam egy-két perc után. De a lényeg, hogy nem használ belőlük túl sokat ez a Mission Pack. Néha van, hogy egyszerre
három próbál meg ránk ugrad ide, az eléggé... Hát... Nem csinál ilyet sokszor ez a DLC. A legtöbben egyébként tizen vannak, mégpedig a katakombákban. Ha jól számolom, akkor a Mission Pack második eredeti ellenfele a Spike Mine. A második és harmadik epizódban 23-an voltak, szóval összesen 46-an. Ami egy elég szép szám, egyetlen egy pálya sem használ belőlük túl sokat. Illetve ez az az ellenfél, aminek a spawnerei a leggyakrabban el vannak rontva, még egy fun fact. Viszont a legtöbben a Turtlementben vannak, mégpedig 14-en. Egyébként azokat a Spike Mine-okat, amiknek el van rontva a spawnere, azokat nem számoltam. Igazából elég jó ellenfelek. Rávesznek minket, hogy ne szaladgáljunk túl sokat, hanem inkább figyeljünk arra, hogy mi van előttünk meg fölöttünk. Aztán jöhet egy nagy klasszikus, a Shambler. Egész sokan voltak egy ilyen erős ellenfélhez képest, összesen 42-en. És ha minden igaz, akkor a legtöbben a harmadik epizód titkos pályáján voltak, mégpedig 8-an. Ugye az volt az Edge of Oblivion. Aztán jöhet mindenki kedvenc Revenant koppintása, bár ugye nem teljesen ugyanúgy működik. Csak ezek is hőkövetős rakétákat dobálnak. Hát, sokszor elég idegesítőek tudnak lenni. Belülük sokkal többen voltak, 76-an. És a legtöbben ők is az Edge of Oblivionben voltak. Azon az egyetlen pályán 23-ad. Szóval igen, ott egy kicsit spamelte, azt hiszem, Level Lord a vórokat. És azért lett az egyik legnehezebb pálya. Ezek után jöhet a zombi. Zombikra nem igazán emlékeztem, néhány pályán voltak egy csomóan, de hát felejtős ellenfelek. Ugye összesen voltak 62-en, és a Turtlementben voltak 16-ad. Ugye ott a pálya legelején lévő tónál. De egyébként nem nyújtanak nagy kihívást. A sima lovag. Ők sem valami emlékezetes ellenfelek, 63-an voltak összesen. És hát nem igazán nehezek, szóval felejtős. Nem is néztem meg, hogy melyik pályán voltak a legtöbben. Nem érdemlik meg, hogy itt időt pazaroljak erre. Viszont a Death Knight-ok. Hát eléggé nagy tiszteletet érdemelnek, mert sokkal erősebbek a sima lovagnál. És többen is vannak. Összesen 90-en. Ebből 70-en a második epizódban, szóval a második epizód az nagyon spameli a Death Knight-okat. Főleg a Black Cathedral egyébként, ahol 19-en voltak. Hogyha jól látom, igen. Viszont általában kapunk elég erős fegyvert és elég lőszert ahhoz, hogy ne legyenek túl idegesítőek a Death Knight-ok. Mert ugye, hogyha csak simán szuper shotival kéne megküzdeni velük, akkor eléggé sokáig tartod az. Ne feledkezzünk meg ezekről a zselékről se. Bár elég egyszerű lenne megfeledkezni róluk, mivel az egész Mission Pack-ben csak 2 volt. Mégpedig a második epizód utolsó pályáján, a Mortum Skip-ben.
Ráadásul, hogy ha jól emlékszek, akkor nem is muszáj velük megküzdeni. Ez az az ellenfél egyébként, akit, amelyiket minden Quake játékos utál majdnem. Szóval lehet, hogy pont emiatt nem raktak bele többet ebbe a Mission Packbe. De azért elég vicces, hogy csak ketten vannak. És az utolsó új ellenfele a Mission Packnek, a Gremlinek. Az első epizódban nem jelentek meg, viszont a másodikban már voltak 82-ed. Ahol egyfolytában nagy csapatokban találkozunk velük. A legnagyobb csapat az a katakombákban volt található. Azon az egy pályán 43-an voltak. Illetve az egész játékban összesen 123-an. És ez a szám ugye még növekedhet is, mert ők még sokasodni is tudnak. És hát végül, de nem utolsó sorban, jöhet Armagon, aki egyébként meglepően hasonlít a Gremlinekre, legalábbis szerintem, illetve a Wikipédia is írja, hogy talán valami módosított Gremlin lehet. De hát Armagon nem igazán szereti, hogyha közelébe érünk, ahogy láthattátok. Nem a legfotogénebb alak. Hát... Szóval ne legyetek vele nagyon szigorúak. Egy kicsit félénk tud lenni, de hogyha közelébe kerültök, akkor szeretné, ha rakétákat lőni az arcotokba. Ezért is van róla itt még egy külön fénykép, hogyha nem láttátok volna jól videó során. Na de ez lett volna összességében a Scourge of Armagon. Nagyon sokan azt mondják, hogy a Quake egy pálya dizájnja az túlságosan is hasonló végig. És sokan mondják ezt azok közül is, akik szerint a Quake játékmenete, a gameplay meg a hasonló, az ellenfelek azok igazából jók. Na azoknak, akik így gondolják, hogy a Quake 1-ben van potenciál, de a pályadizájn egy kicsit visszatartotta az eredetiben, azoknak nagyon ajánlanám ezt a Mission Packet, mert ez nagyon sokban fejleszti az eredetit. Nekem egyébként semmi bajom nincs az eredetivel, az egyik kedvenc kampányom. De itt valóban sokkal több helyszínt látogatunk meg, sokkal több katonai bázist, illetve vannak ilyen nyíltabb terepek is. Illetve az új fegyverek, meg az új ellenfelek tényleg dobnak a játékmeneten. És minden epizód egy kicsit másnak érződik. A legjobban az az ötlet tetszett, hogy az első epizód teljes mértékben ezen a világon játszódik. És csak a végén kerülünk át az ilyen gótikus dimenzióba. Illetve még kiemeltem, hogy a második epizódban a pályák közti átmenet az nagyon ötletes volt. A harmadik epizód talán nem volt olyan erős, de a pályák úgy önmagukban teljesen rendben voltak, és elég kihívást is nyújtottak. Na de, ennyi lett volna a Scourge of Armagon. Remélem, hogy megérte fölkészülni ezzel a statisztikával. Hogyha tetszett nektek, akkor megérte. És még egyszer shoutout holdám Hermonstert, aki sajnos mostanában már nem aktív YouTube-on, viszont a régi végigjátszásai azok továbbra is szórakoztatóak. Egyébként angol csatorna, de szerintem mindannyian tudtok angolul. Na de. Majd a következő Quake Mission Packet is végig fogom játszani, főleg, hogyha érdekel titeket. Valamikor nem akarok egymás után két Quake-et végigvinni. Na de majd addig is, sziasztok!